Köszöntöm nézőinket a stúdiónkban. Horváth Jenő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Szerbusz köszöntelek. Köszönöm szépen. Én is köszöntöm tisztelettel a tévénézőket. Jenő, hogyan alakult a 2023-as év a bizottságnak? Köszönöm kérdésedet. Legelőször is egy egészen más témáról, illetve hát egy idevágó témáról szeretnék beszélni, és kérném a tisztelt lakosságot, hogy használjanak maszkot, mert egyre inkább emelkedik a felső légúti megbetekedések száma, valamint az influenzás betegek száma, éppen ezért, ha valaki olyan helyre megy, legyen az kórház vagy orvosi rendelő, ha nem is kötelező, de általában ajánlott a, a maszkok használata, maszk használata, ezt kérem szépen vegyük figyelembe, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Tulajdonképpen, ami még nagyon lényeges, szeretnék a, az elmúlt időszakra legfontosabb dologra visszatérni, illetve rátérni. Ez pedig lenne, nem olyan régen volt, ugye a karácsonyi csomag osztása. Ezt szeretném megköszönni a város és képviselőtársaimnak is, hogy biztosítottak rá anyagi fedezetet hogy minden nagyon lényeges, és szeretném hangsúlyozni, hogy minden 81. évét betöltött állandó Dunaszti lakosnak lakos kapja meg az önkormányzat van lévő lista alapján, és akkor is szeretném elmondani, hogy az idén például olyan 800 csomagot csináltatott az önkormányzat, illetve hát ezen belül is a Szociális és Egészségügyi Bizottság, illetve hát a, akik ehhez kapcsolódóan végezték a munkájukat. Ez közel olyan 4,5-5 millió forint értékbe volt. Ezek a csomagok nagyon lényeges, mindjárt elmondom, hogy mi volt a tartalma, hogy aki esetlegesen nem kapott, vagy a jövőre nézve fog kapni, akkor körülbelül tudja, hogy mi ez, mit tartalmaz ez a csomag. Ez először is benne van egy neylontáskában, és a neylontáska még plusz benne van egy ilyen nagyon szép a bárkások által ö, készített kis szövet ö, szatyorba. Ezt el lehet tenni emlékbe, ez a Dunaszti Városi címerével ellátott kis szatyor. Ö, másra is lehet bevásárlásra is használni. De ezt úgy találtuk ki, és ezzel is támogatjuk a bárkásokat, hogy tőlük rendeltük meg ezt, illetve hogy ők csinálják. A csomagokat azt egy kicsit puskázok, tehát, mint említettem, közel 800 darabot lett készítve, 4,5-5 millió forint értékben, cuzán men mindent összevetve. Ez az, annyit jelent, hogy azért voltak, akik nem, vettek, nem vették át, elhunytak a tavalyi évhez, tehát a 2022 karácsonyhoz képest 19 fő volt az, aki nem tudta átvenni, elköltözött négy fő, és nem tartott rá igényt két fő, illetve nem jelentkezett a másodszori felszólítása és értesítésre sem 18 fő. Ezeket a csomagokat ö, szétosztottuk még a plusz rászorultaknak, akiket különböző személyek javasoltak, hogy ha nincsenek is 81 évesek, de esetlegesen az anyagi helyzetük olyan, még a gyerekek létszáma, esetleg a család létszáma ö, nagyobb, hogy akkor kapják meg ők ezt a karácsonyi csomagot. Minden kis csomag volt egy, volt egy ilyen kis üdvözlőkártya, amely engedik ezt felolvasom önöknek, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt és jó egészséget kíván dr. Szalai László a polgármester, valamint az önkormányzat képviselőtestület, a polgármesteri hivatal és a Dunaszti Területi Gondozási Központ dolgozói. Ez egy ilyen nagyon szép kis üdvözlőkártya, amit mindenkinek a csomagjába beletettünk. Még annyit szeretnék tájékoztatásul elmondani, hogy a tartalma olyan dolgokat tartalmazott, amit minden, minden család szívesen vett és, el, és szívesen fogyasztották a gyerekekkel együtt. És én remélem, nagyon szépen köszönöm a város vezetésének, élén a polgármester úrral, a jegyző úr, asszonynal, és remélem, hogy a képviselőtársaim jövőre is, vagyis hát most már nem is a jövőre, hanem az idei évben is ezt ugyanúgy meg fogják szavazni, és biztosítják hozzá az anyagi fedezetet, hogy meglegyen a, ennek, ezeknek a csomagoknak, ki tudjuk vinni ezeket a csomagokat, és meg tudjuk ajándékozni a város idős lakóit. Ugye a bizottság neve, mint ahogy a neve is mutatja, hogy összetett bizottságról van szó, egészségügyi és szociális bizottság. Még milyen egyéb módon tudtatok segíteni a tavalyi évben a rászorulóknak? Igen. Tulajdonképpen a 2024-es évben, és ugyanúgy, mint hogy az eddigi éveket tekintve, több olyan sor van, ahol tudunk az ellátottaknak pénzbeli jutat, pénzbeli anyagi jutatást adni. ezt hangsúlyozom, hogy rászoruló családok kapják, majd azért nagyjából egy pár sort elmondok, hogy milyen címen lehet ilyen segélyt kérni. Azért azt szeretném hozzáfűzni, hogy nyilván, mint említettem, már rászoruló családokról van szó, tehát lehet az önkormányzat szociális osztályára beadni kérelmet, ez Ehhez különböző papír, papírt kell kitölteni, illetve kell jövedelemigazolás, mert mindig az egyfőre jutó jövedelem alapján történik a döntés arról, hogy valamelyik család kap-e vagy nem, esetlegesen. De itt a gyerekeket is figyelemben, azokat is ö, figyelne be veszük, hogy hol mennyi gyerek van. Nyilvánvaló, hogy iskolás, -e, az étkezések, nagyon sokat számítanak, mert sok pénzt, és azt az önkormányzatnak be kell fizetni mert az önkormányzat az fizeti a, a, aznak a cégnek, aki biztosítja a főzést, illetve hát magát az ételt. Úgyhogy itt ami nagyon, a legfontosabb önkormányzati segélyek, azok a települési támogatás, és az, azért még meg szeretnék jegyezni, hogy 29-én lesz a testületi ülés, akkor lesz erről végső, illetve hát az első olvasatban döntés, február 29-éig kell mindenféleképpen dönteni egy város, illetve egy terület testvület, képviselő testületének, hogy le lehessen adni az állam felé ezeket a, a, az elfogadott ö, ö, válaszokat, hogy ki mennyit, mit javasolt, és hogy mennyit fogadtunk el, mert azért ők ezt mind figyelembe veszik, átnézik, megnézik. Még egyszer visszatérek, tehát akkor tulajdonképpen a segélyeket többféle támogatási formába lehet ezt beadni. Még egyszer azt nagyon fontos szeretném kihangsúlyozni, hogy a jövedelemigazolás az mindenféleképpen kell. Tudom, hogy ismétlem önmagamat, de ennélkül sajnos nem fogadják el. Bent az irodába az ott, az ott dolgozó hölgyek. A kérelmeket, mert mindenféle minden döntés annak alapján történik. Ilyen a települési támogatás. ebbe beletartozik többféle minden tüzelési támogatástól elkezdve a rezsiköltség támogatásáig. És a, természetesen a fűtés támogatás is most a fűtés az nem csak fára vonatkozik, hanem ugye a gázra is. A városba elkezdődött januárban az éves leolvasás összesítése, a számlákat akkor kapják meg a családok, azért ez elég nagy érvágás az egyes családoknak, hogyha esetlegesen nem fizette minden hónapban azt a pénzösszeget, amit ami kijön számra, hogyha van elmaradás, akkor ezt viszont de kell fizetni, mert máskülönben lekapcsolják a gázt vagy legyen az villany bármi más. Tehát azért mondom, hogy a rezsiköltség is ebbe bele tartozik, arra is lehet támogatást kérni. Nyilvánvaló, hogy ezt is alá kell támasztani, és hát ugye még egyszer mondom, hogy nagyon fontos a jövedelem igazolás. Ilyenkor egyébként egyszeri támogatásról beszélünk, vagy rendszeres harmadik? Nem, ez egyszeri támogatás, amit három havonta lehet kérni, megfelelő indoklással, amikor már egy támogatás megvan, utána akkor kimennek környezettanulmányra, és megnézzük, hogy ténylegesen minden úgy van-e, ahogy az le van írva, azt ö, alá kell írni, dátumozni a kérelmeket, és mindenki a, természetesen az igazat írja le, feltételezzük mindenféleképpen, úgyhogy tovább menve, van olyan, hogy krízishelyzet és egyéb szociális célú támogatás. Ilyen például, mint nem régiben volt a városban két tűzeset is, azokat is támogattuk, az ottani, akik lakosok elszenvedték ezt a tűzesetet, vagy nyáron voltak esetleg viharkárok, ott is volt, akinek, aki beadta a kérelmet, ha adott be, akkor segítettünk és támogattuk. Vagy van olyan esetlegesen például köztemetés, hogyha nincs annyi jövedelme vagy tartalék pénze, hogy nem tudja el eltemetni a halottját, akkor az köztemetés keretén belül az önkormányzat vállalja annak a eltemetését. Azt is megfelelő számlákkal, ugye a temetői gondosságról megkapjuk a számlát, illetve hát az illető megkapja a számlát, az behozza, kérelemmel mellékeli, és akkor annak is egy bizonyos részét megpróbálja amennyit lehetséges, a mindenféle szempontot figyelembe véve a bizottság elbírálja, és akkor annak alapján dönt arról, hogy mennyi pénzt tud adni a köztemetésre. A település gyógyszerköltséget, ha valakinek nagyon magas a gyógyszerköltsége, ott is figyelembe véve az egyfőre jutó jövedelmet, ott is tudunk támogatást adni gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon, vagy tartósan beteg gyermekek étkeztetési támogatása, ott is, ha kérelmet ad be a szülő, akkor tudjuk támogatni a családot, hogy esetlegesen a gyerek hogy éhen maradjon az iskolába, vagy óvodába, vagy akár a bölcsödébe. Ö, ilyen még egyébként, amit mondtam, hogy az időskorúak és rászorult családok karácsonyi csomagja, illetve hát ezeknek a rendezvényei, itt Különböző, ugye működik a városba négy vagy öt nyugdíjas klub, azok is kedvezményesen használhatják a termeket, akár legyen az a művelődési ház, vagy bárhol máshol, ahol esetlegesen ők rendezvényt tartanak, azokat is támogatják. Még egyszer mondom, hogy az erre szánt pénzt, amit itt már az imént felsoroltam, ez 29-ei testületi ülésen lesz elbírálva, és hogyha ott a testület elfogadja, akkor, fog ez, akkor fognak ezek a pénzösszegek ténylegesen a bizottság rendelkezésére állni. Még annyit azért szeretnék elmondani, hogy ha véletlenül esetleg valamilyen soron túllépnénk a keretet, akkor van lehetőség átcsoportosításra, természetesen olyan sorról, ahol több lett pénz van. Mondok egy példát, hogy 4 millió forint volt a. Jól emlékszem a tavalyi évbe a fiatal házasok lakás, első lakáshoz jutása, jutására, és ott kettő darab kérelem érkezett, ami azt jelenti, hogy 500 forintot tudunk adni a fiatal támogatás a fiatal családoknak. Természetesen itt is különböző elévírások vannak, hogy állandó Dunaszi lakosnak kell lenni 35 évet nem meghaladóak, tehát 35 éven aluliaknak, és ebből kettő volt, tehát 1 millió forintot maradt, 3 millió forint, akkor abból esetlegesen olyan sorra, ahol nagyon sok a kérelem, akkor oda tudunk átcsoportosítani, ezt minden esetben jelezni kell a képviselőtestület felé, hogy átcsoportosítás történt ilyen és ilyen sorról, ilyen és ilyen sorra. Értem. Egyébként mekkora kerettel gazdálkodik a Szociális és Egészségügyi Bizottság? Hát én most csak egy olyan átlagot mondok, pontosan azért nem akarok mondani, Mi van, mert... Minden a igen, Durván, után a, durván a ez olyan 50 millió forint, ebben Csuzán, mert minden benne van, amivel, amivel az önkormányzat, illetve a, a Szociális Bizottség. Egészségügyi Bizottság tud gazdálkodni, ez elvileg így hallásra soknak tűnik, de hogyha figyelembe veszem azt, hogy havi, rend, havi rendszerességgel általában olyan, van, amikor csak 1 millió, másfél millió, van, amikor 2 millió, 3 millió forintnyi kérelem is beérkezik, illetve ez függ az időjárástól is, meg hát ugye nyáron azért a tűzesetek többsége, vagy viharkár, hogyha olyan időjárás van, akkor azért azt figyelembe vesszük, és akkor így tudunk, tudjuk a támogatást nyújtani azoknak a családoknál, ahol ilyen baleset időzőjelben előfordul. A bizottság a jövőben kívánja támogatni az egyéb Dunaharaszti rendezvényeket? Természetesen, hogyha olyan városi rendezvény van, amit esetlegesen nem a képviselőtestület elé kerül, hanem a bizottsághoz jön, oda kerül valamilyen formában egy kérelem, hogy adjunk hozzá támogatást, akkor tudjuk támogatni, és eddig is, mint ahogy eddig is, ezután is fogjuk támogatni ezeket a rendezvényeket, legyen az futóverseny, vagy bármi más, ami esetlegesen a oktatási Művelőzési vagy sportbizottsághoz nem kerül be, hanem esetleg mi hozzánk adják be a mi bizottságunkhoz, akkor Végül is a mi bizottságunk megtárgyalja a beadását és hogyha olyan, akkor, akkor támogatjuk igen ezeket a rendezvényeket. Szoktuk mindenféleképpen támogatást adni, legyen az akármilyen kisebbségi önkormányzatokat is, hogyha kérnek, akkor támogatjuk őket. Most például a roma kisebbségi önkormányzatot támogattuk karácsonyi csomaggal is, ők is kaptak. Úgyhogy ez mindenféleképpen a továbbra is ez, fog, ez fönnáll, és ezt szeretnénk folytatni mindenféleképpen. Szeretném megköszönni a városvezetésének, élén polgármester úrra, jegyző úrnak, a jegyzőasszonynak, és a, a Szociális Egészségügyi Bizottságnál az irodában dolgozó hölgyeknek az egész éves munkáját, mert az ő közelműködésük nélkül azért nem lett volna ilyen sikeres ez a bizottság, és köszönöm szépen az, az időseknek közé otthonának, a, a dolgozóinak is azt a munkát, amivel segítettek a karácsony csomagok kihordásával, Élén Schmidt intézményvezető úrral, mert azért ők, nagy, ők nagyon sok munkát végeztek, ők szervezték a csomag összeállítását, kihordását, minden egyéb értesítést, úgyhogy köszönöm szépen a munkájukat, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük, hogy itt voltál, nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.